A szigetvári járási ügyészség vádat emelt egy elektromos kerékpárját vezető férfival szemben. Az esetet egy biztonsági kamera is rögzítette. A felvételen jól látszik, amint a vádlott kerékpárral közlekedik, majd egy ütközés miatt elesik. A férfi ezután mozdulatlanul fekszik a földön, majd néhány másodperccel később ketten is a segítségére sietnek. A vádemelésre azért volt szükség, mert a biciklis ittas állapotban közlekedett. A vádirat szerint a férfi 2022-ben egy nyári napon a késő esti órákban alkoholfogyasztást követően vezette elektromos kerékpárját Szentlőrincen. Az úttesten haladt a kerékpárral, amikor nekiütközött a betonszegélynek és elesett. Koponyazúzódást szenvedett, ez a sérülés 8 napon belül gyógyult. A férfi közepes fokban volt ittas. Cselekménye ittas állapotban elkövetett járművezetés vétségének a megállapítására alkalmas. A szigetvári járási ügyészség a vádiratban azt indítványozta, hogy a bíróság a vádlottal szemben pénzbüntetést és közúti járművezetéstől eltiltást szabjon ki. Bár a férfi jogosítvánnyal nem rendelkezik, és ez az elektromos kerékpárhoz nem is szükséges, a szabályok értelmében akkor is ki kell szabni a járművezetéstől eltiltást, ha a cselekményt nem vezetői engedélyhez kötött járművel követték el.